Tehát kontaktai átjáró Szentes alatt, itt ahol az orosházi meg a téglagyári vágány szétválik, tehát hogy körülbelül elmondanám, hogy mi volt annak idején 71-ben milyen vonalkorrekció, aztán meg itt van, hogy Kántorhalom, meg tatarabtarabtarab egész orosháza alattig, bónum, tehát ez egy csomó helyszín. Almáskertre is megyünk? Hova? Almáskert azért a megszűnt megálló, nagyon régóta megszűnt. Almáskert, iskola, meg 48-as átjáró. Az összes megszűnt megállót felsoroltam, de még olyanokat, hogy 1945 előtt szűnt még például E5-ös vajor, gyopárosi szőlők. Tehát az összes megállónak, a régi megállóknak a helyeit meg fogom mutatni, és azokat a ráutaló nyomokat is megmutatom, amik ezekből a megállókban mai napig fennmaradtak. Lesznek olyan megállók, ahova nem tudunk gépkocsival bemenni, az nyilván egy következő valamikor egy gyalogos túrának a témája lehetne, tehát most a dolgok természetéből fakadóan csak az autóval könnyen megközelíthető helyekre fogunk elmenni. Azért jöttünk ide erre a helyszínre, hogy ez a 45-ös főútnak, meg a Szentesorosházi vonalnak a keresztezése. Továbbá ugye itt van a téglagyári vágánynak a vonatjárója is, párhuzamosan van a két vasútvonal, ugyanis amikor megépült 1905-ben a Szentesorosházi vonal, akkor nem ezen a nyomvonalon ment be Szentesre, hanem itt, hogy a Dani ráközelítesz, ott van egy egyenes rész, talpfás, ugye ott a útátjáró jelző, a 397, ott onnan körülbelül betonaljas. És itt, ahol állunk, egyenesen jött a vágány tovább. Tehát ahol látod, hogy betonaljas, az új építésű pálya, 1970-ben épült, és akkor ezen a nyomvonalon ment, ahol állunk, ezen a nyomvonalon megirányozva azt a táblát, és ott belágozott a téglagyári vágányba, és a Szentesorosházi vonal a téglagyári vágánynak a helyén ment be Szentes állomásra. És itt pedig csak pusztaság volt. Miért kellett megvariálni ezt? Ez nem nagy nyomvonal korrekció, de Szentes a viszonylatban elég nagy, mert az összes vonal még az eredeti nyomvonalon van, ez volt relatíve a legnagyobb módosítás. Azért, mert 70-ben megépült az új téglagyár, és ez úgy kapott egy 2 kilométeres hosszú iparvágányt, hogy a régi orosházi vonalat elkanyarította a téglagyár fele, és orosházi vonalon pedig egy új beágazást készített Szentesre. És így alakult ki az a hülye helyzet, hogy az orosháza felől jövő vonatok a mai napig Szentesen kitérő irányban mennek be, mert ugye az egyenes irány a téglagyár. És hazafele van a téglagyár, az iparvágány és ott? Igen. Menjünk át, nézzük meg azt a vágányt. Igen, egyszer már elsétáltam azon a vágányon a kapuig. Hoppá, ott egy tábla. Lajos Mizse? Hát, az ami beforgott vonat lehetett. Valamelyik Putyin hagyhatta itt, vagy gondolom arról esetleg. Azt láthatjátok, hogy 2021-es betonaljak vannak a régóta halott téglagyári vágányban. Ennek az az oka, hogy az átjáró tavaly lett megcsinálva. Tehát tavaly kijöttek ide TVG-vel, kipucolták az állomástól idáig, és nem csak a TVG, hanem tehát a kitérő alávelő gép is kijött idáig, tovább pedig egyelőre az enyészet az úr. Természetesen vannak a város részéről tervek, mert ugyanis ez a vágány az ipari parkba vezet. Ami működő ipari park, tele új üzemekkel, és erre a vágányra normális vasúti környezet mellett volna igény, tehát szállítási igény van. Az a szója, amit Szentesen rakodnak, azt abban hatalmas nagy takarmány, oda, hogy rá tud zoomolni, az út bal oldalán van egy hatalmas nagy takarmány keverő, oda visznek körülbelül, mit tudom én, 2 hetente egy irányvonatnyi szóját. A Szentesen pakolják ki, és közúton viszik oda ki, és ugye erről a vágányról lehetne, ott megy a gyár háta mögött. Tehát lehetne ezt a vágányt használni, csak sajnos olyan a vasúti szabályozási környezet, meg bizonyos szereplők hozzáállása. Ugye itt most a videóban ezt nem fogom ragozni, de majd 4 szem közt elmondom, hogy ki a hibás, amiért ez a vágány sajnos használhat kívül hever. Végig ilyen lenne, akkor használják. Gondolom, ki kéne gazolni rendesen, de amúgy igen, ha végig ilyen lenne, hogy vajon használják-e, nem tudom megmondani, tehát nem csak műszaki, hanem más egyéb szervezési és jogi okai is vannak,
De jól mondod. De szinte jobb állapotban van, mint a 147B. Hát, ez az egy mező, amit újjáépítettek tavaly, ez jobb állapotban. Erről Dávid tudna mesélni, polgári, az ipari parknak az iparvágánya az jobb, mint amiből kiágazik. De te sosem használták, csak megcsinálták. 2010-ben átépítették, 54-es, vadonatúj, ellenbe. Ezt mi is így mondjuk. Fabrikás körforgalom. Nem, ez egyik érdekességem. Tényleg Szent Miklósnál van egy kombájnos, Szolnokon a helikopteres, Kecskeméten a repülős. A 372-es átjáró. És ezek a 44-esének? Ah, ott van. Na, csak ez szarul lát. Keresünk arra, hogy normálisan lát. Ó, az 1937-44. Vakitok szöveg kiemelő. Nem én találtam. Igen, ami nem rossz ötlet. Ugye a Emma az a Martin acél, a többit meg már tudjuk, hogy mi. Tehát ennek a sintípusnak az a története, nagyon kevés van belőle az országban. Ha jól tudom, Sarkad Kötegyán közt van ilyen, és Szentes Fábián között. Mind a kettőnek az eredeti fekvési helye Rákos rendező állomás. Azért ennyire pöttyös a sín, mert Rákos rendezőn a salak megette a síntalpat, és azért került ide, mert még a 2000-es évek elején fontos volt a MÁV-nak, hogy a kibontott anyagok ne az ócskavasba kerüljenek, hanem ami még használható, az menjen mellékvonalba. Mi is kaptunk ilyen szállítmányt, nagyon rossz sinek voltak, körülbelül felét ki kellett dobni az ócskavasba, mert vagy a salak ette meg, vagy a kíméletlen bontás során elgörbültek a sinek, és nem tudtuk ide beépíteni, annyira deformáltak voltak, de mégis kifutott 500 vágánymétert, tehát 500 vágányméter hosszban van 44,3-as Fábián Szenteskő, itt a Tornyai telepnél, ezt az házsort úgy hívják, hogy Tornyai telep. És azért csinál, mert ugye van a 42 kilós, tehát 42,8-as a nagy sín, meg van a 48-as, az a rendes 48-as sín, és a kettő között azért vagy azért terveztek egy másik síntípust, ugye történetesen az a 44,3-as, a Horthy rendszer idején, hogyha 48-as sínből átépítenek egy vasútvonalat, ami az akkori legkorszerűbb sínrendszer volt, akkor a vonatfogadó fővágányokba spórolási célzattal 44,3-as, tehát folyó méterenként 4 kiló vasat megspóroltak, ennyire odafigyeltek a dolgokra. Tehát ez a 44,3-as sín arról híres, hogy az egykori fővonalak vonatfogadó fővágányainak volt a sínje a 30-as években. Ja, és még azt elmondom, hogy az előbb látott téglagyári iparvágány is 44,3-asból épült. Használt sínekből. Tehát az a harmadik hely, tényleg akkor nem is két helyen van, három helyen van, és ebből kettő itt van Szentesen. De ha valaki talál még ilyet az országban, szóljon, mert ezeket szoktam jegyezni, hogy hol milyen sín van. Ezek a sínek 2000 őszén kerültek ide. Tehát akkor lassan 23 éve vannak ide. Igen, lassan 23 éve, hogy itt vannak a pályában. De fogunk még látni 1906-osat is, gondolom. Ez egy kicsi. Mekkora pályasebességemen is tudtatok ezzel? 30-ről 50-re tudtuk felemelni. És amikor ilyen csere volt, akkor mindig 30-ról 50-re, de a pályaszerkezet kibírná a 60-at is. Tehát olyan pályaszerkezetet építettünk, hogy kedvező körülmények között föl lehessen emelni 60-ra. Akkor ezzel egy jelentős eredményt értetek el. Igen. Hát főleg, hogy fel lehetett emelni a tengelyterhelés, gondolom Fábián sebességét. Lehet emelni, tehát erre a Szergely kijöhetne. Tehát ez a pályaszerket a 20 tonnát elbírná tengelyterhelésileg, illetve... 12 volt előtte? 12-ről 20, de hatóságilag nincs fölemelve 20-ra, pedig nem volna hülyeség Szentestől Fábiánig, akár Fábiánban nyílt volna rakodásokat végezni, cukorréta vagy másodjét, vagy zabonat, illetve, hogyha véletlen ledöglik valami vonat, és akkor segélyezésre, csak mondjuk egy nagy tengelyterhelésű mozdony állna rendelkezésre, akkor nem órák hosszattartó könyörgéssel, meg táviratozgatással lehetne ide kiküldeni, hanem az volna, hogy jó gyerekek, akkor x szelvényig kimehet 20-on a tengelyterhelésre, ilyen mozdony van, akkor már lehet is segélyezni. Például.
Amikor a vonalat átvettem 97-ben, akkor ugye a 41 km hosszú vasútvonalból, körülbelül 5 km hosszba volt átépítve, 48-asra, illetve C-re néhol, és sajnos 36 km, hogy is van, 41 km, de az építési hossza csak 40, jó, akkor 35 km hosszba még az eredeti pálya volt, ez jelenleg úgy néz ki, hogy a 35 km hosszat sikerült lefaragni 12 km-re, tehát akkor az mit jelent? Hogy 23 km hosszban cseréltük ki a síneket kézi erővel, saját kivitelezésben. És hátra van még 12, és az annyira nyögvenyelős, hogy egyszerűen... Oké, most már nem lehet azt a 48-as lázni, mert csak 48-as sincs, ad, lehet már újra beépíteni, amit kiszedtek. Lehet építeni. De... 48-as sínt a közhiedelemmel ellentétben, olyat, ami beépíthetőbe van minősítve, azt be lehet építeni. Az a baj, hogy további 48-as sínek beépíthetővé minősítését nehezítették meg másfél évvel ezelőtt, kiadott utasítással, és ez azt jelenti, hogy a jelenlegi vonalbontásokból származó 48-as sineket csak akkor lehet beépíthetőként visszanyerni az utasítás szerint, ha azok nem öregebbek 50 évnél, magyarul kelebiai vonal elbukott, kétegyházi vonal elbukott, az kuka, azoknak a 48-as sínjei, pont ezért, mert 60-as évek elejé építésűek, illetve azt mondja az utasítás, hogy ha azok a sínek az első fekvési helyükön vannak, a második fekvési helyükről már ócskába kell, tegyük fel, hogy mondjuk van egy 20 éves sín, ami valamilyen oknál fogva a második fekvési helyén van, amúgy meg tökéletes, és ott bármilyen okból kifolyólag, ott mitől nyol van a korrekció, vagy kitérő beépítés, hát tök mindegy, hogy miért onnan kikerül az a sín, akkor már mivel második fekvési helyén van, ez a nagyon hülye utasítás nem engedi meg azt, hogy ezt a sínt beépíthetőként visszanyert, össze kell vágni. Erre nem tudok mit mondani, ez no comment. De van olyan ezért pályaszakasz ez a vonalon, és nem is lehetne rosszabbat hozni, mint ami ott van. Igen. Tehát még akár készakolatos, bármilyen ezért itt ezt hozzának, az a csak jobb ajánlat, mint ami ott van. Az biztos, hogy jobb, mint ami. Most. Azért álltunk meg itt a 368-as szelvényszámú átjárónál, mert itt volt 1979-ig Kántorhalom megállóhely. Hogyha nézed az oszlopsort, távközlési oszlopsort, akkor láthatod, hogy az oszlop beljebb van. És amikor kicserélték új oszlopra, meg pedongyámosra, akkor is meghagyták ott beljebb. Tehát itt kikerülni, hogy olyan megálló. Itt volt a peron. A drót. Így van, itt volt a peron. Utána később lett majd a 80-as években zúzott kőre kicserélve, és akkor kiárkolták. Tehát földobálták, vagy földobálták a peronra, vagy elszállították innen a régi ágyazati anyagot. Nem tudom, mert még akkor nem dolgoztam itt, tehát fogalmam sincs, hogy hogyan alakult ki a jelenlegi helyzet, de itt volt a peron, ugye látszik ott a kettes úgynevezett A betűs karóna, ott már nem volt peron. Idős munkatársaim elmondták, hogy a 70-es években itt dolgoztak. Ide kijöttek dolgozni, vágányszobára, stb. Akármi, és egy bomba, egy ekkora bomba, egy lövedék, vagy nem tudom micsoda volt, a sín alá bedugva. És szóltak a tűzszerészeknek, és jött, és éles lőszer volt. Vagy nem tudom mi volt, tehát azt mondták, hogy ekkora kis ilyen szárnyas izé, én nem értek ezekhoz a bombákhoz. De ezt mondta a két idős kollega, szavahihető emberek mondták, tehát, de azt nem értem, hogy itt rohangált a vonalbejáró naponta. Tehát ki rakta alá? Honnan volt az a lőszer? Mióta volt ott? Lehet, hogy melyik óta volt ott. Mert így a sín alá volt bedugva. Ki volt itt bontva a talpa mellett, és így be volt ide dugva. A sín alá, így. De fura. És járta alá a vonalgondozó, és nem vette észre? Vagy akkor még nem volt ott. Ez a két pályamunkás, akik karbantartási munkát jöttek végezni, ők meg kiszúrták. Na most közben olyan pályarészre érkeztünk, ahol nagy ésín van, tehát a régi fővonali góliás síneket láthatjuk. Tehát 1894-től gyártotta az akkori, gyártatta, mert ugye a vasgyár gyártotta, de gyártatta az akkori magyar királyi államvasutak,
ezt a 42,8 kg per folyométer sínt, és hogyha ráközelítünk egy sín feliratra, ugye ez még resicán készült. Itt van, itt talán látszik. Talán mindjárt rámegyünk. Ez nem jó kő. Resica 1911. Martin acél. Akkor még a Martin acél nagyon újdonság volt, általában Bessemer acél, tehát BA. Egy-két hülye haverom mondta, hogy tudták, hogy mi lesz a pályamester monogramja. Igen, azért van ott. Hát azt talán egy picit jobban látható, de... Ja, de ugyanaz 1911-es. Igen. Mennyire látható? Ez valamit, amit nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi az. Ezt kitalálja ki, hogy mi. Hát nézzem. Pillanat? Hát a PFT-s megmondja. Igen? Igen? Az fatipli, nem? 48-as fatipli. És 48-ashoz alkalmazott fatiplinek a darabja. Na akkor majdnem eltaláltátok. Tehát a talfába való... Igen. Amikor nem fog egy leerősítés, mondjuk ez éppen fog, amikor nem fog egy leerősítés, kiszedik a régi csavarokat, arrébb rakják az alátétemezt, és a régi lukokat ilyennel dugózzák be. Tehát ez úgy hívjuk, hogy facsa. Fadugó. Ez 2001-ben került oda bele az árokba, mert amikor kapaccsal elvágják, a kapacs az egy vájoló fejsze, elvágják, az röpköd mindenfele. Ha megtaláljuk, visszahozzuk, ha nem, akkor ott van. Úgyhogy ez azóta ott van, most ide dobom, hogy majd akkor egyszer majd bekerül a pérde, mert ez még jó. Mert levágod az alját, és utána tudod... De az használni. Alját fogjuk beleütni a régi, tehát így. Ez lesz az új teteje. Hát az se baj, ha ilyen. Teteje, persze. És ez a pici csavarhoz való. Ehhez a nagyhoz vastagabb kell. Mert ez 19-es facsap, amazhoz még mit tudom én, most nem jut eszembe, hogy hanyas, 20-valahanyas facsap való. Ugye ez a szabványvét. Itt közben látszik az, hogy 20 éve ugye a tendenciózus vonal karbantartásnak az egyik része, tehát amikor tudom, hogy honnan jövök, és tudom, hogy hova tartok, tudom, hogy mi a cél, tudom, hogy mik a lehetőségek és a korlátok, én annak idején 20 évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy a nagyi és a 48-as részekbe, ha csak lehet, betonaljat fogok beépíteni. És ugye a kiszervezett, most már ugye kiszervezett karbantartás van, jó ideje, MÁV FKG Kft., ott van 2019-es LM AJ, ez már újfajta LM AJ, ez a LM kötőjel S, csak ott nincsen ráírva, és a vonal karbantartás során a elkorhadt talfákat már ilyennel pótoltatjuk. Tehát ezzel azt lehet elérni, miért nem talfával? És akkor marad a talfa. Mert tudom, hogy hova tartok. Oda tartok, hogy a talfa az már majd felejtős lesz, kisíg meg C-vágány alatt, hát nem egészségesek a betonaljak, még a C-be elmegy, a kisívágány nem szereti a betonaljat, mert amúgy is egy rideg, vékony sín, ő neki a talpfa az igazi, tehát síntörésre hajlamos, a nagy öregek szerint, hogyha vegyesen van, de ez erős sín, ez bírja azt, hogyha a talpfa és betonalj van vegyesen benne. Ott van például használt betonalj is, azt még a PFT húzta valamikor. L65, tehát L-jelű betonalj, 1965, a négyzet az a lábatlani vasbetonipari műveknek a jele, tehát egyébként ez Kiskun Félegyháza és Kecskemét közti vonalátépítésnek a használt betonalja a 2000-es évek elejéről. Itt pedig van egy hatszögű, ez meg felső zsolca. Tehát ez a zsolcai gyárjegy. Ott már a 70-es évek eleje óta nem gyártanak betonaljat. Tehát nagyon sokan nem tudják, hogy mi az a négyzet, meg mi ez a hatszög. Ugye lábatlan és felső zsolca. És nézd meg, hogy a négyzetet most is használják? Amott még már 50 éve nem gyártanak betonaljat. Ugye a drótnak nem így kéne lennie, de üzemen kívül van helyezve. És ott például az oszlopok is, vagy mit tudom én már, tehát úgy enyészik el az egész légvezeték,
2019. januárjában hatalmas jegesedés volt, és az Úzmara lehúzta, és nagyon sok helyen elszakadt, és utána többé nem állították helyre a légvezetéket. De hivatalos bontás volt itt errefele, vagy ellopták? És a póznákat meg ellopták? Nem lopták el a póznákat, mert kidőltek. Vagy mit tudom én. Vagy hogyha a vonatforgalomra veszélyes volt, akkor kijöttek a távközlősök és kiszedték. Mert ugye inkább ők szedjék ki irányított döntéssel, mint hogy a vonatra random rádőljön. Ez az, igen, minden látszik. 1897-es resicai sín, ez Szentes és Csongrád között volt ez a sín. Beépítve onnan hoztuk át ide. Ugye kicsi sínhelyett a nagyi az még mindig ezerszer jobb. Viszont hogy azelőtt hol volt, azt nem tudom, de valamikor, ugye 1897-ben valamelyik magyar törzshálózati vonalnak a sínje volt. A szelvénykarók sem mindennapi látványa. Vas szelvénykarók. Az Orosháza csongrádi helyi érdekű vasút telepítette ezeket a vas szelvénykarókat. Amik elrohadtak, vagy ellopták, vagy elenyészett, vagy mit tudom én, ahelyett lettek betonok leásva. De olyat is csinálunk, hogyha csak a számlapja marad, tehát mit tudom, a csöve elrohad. Ja, egyébként ez gőzmozdony forcső, tehát ez a gőzmozdony kazánból kiszedett, kivénhet forcső ezek. Uh-huh. És még eredeti szegecseléssel, viszont nagyon szeret elrohadni ott, amikor annyira elrohad, akkor itt elvágjuk, hegesztünk hozzá új csövet, vagy ha teljesen elrohad, akkor is a táblája megmarad, valahonnan szerzünk egy másik csövet, és akkor felújítjuk a táblát. Tehát itt vidéken akkora szegénység van, hogy ezt meg kell csinálni. De ha beosztással élünk, akkor a semmiből is meg tudunk élni. Lásd a melléket például. Na és itt volt egy pózna, amiből már csak a beton van meg. Hát pedig ez valószínűleg ez hivatalos bontás volt, már nem derék magasságban van elvágva. De sok ilyen helyet látom, hogy megvannak a távíró póznák, de így látszik, hogy motorfűrésszel is lehajolás nélkül vágta el. Az biztos, hogy lopták. Én már ellapította a vonatforgalom, de azt nem. Tehát, hogy fegyverszakértők tudnák, hogy és a túloldalon, hogyha egy kézzel virizgálod, érzed a kidudorodást. Itt, hogyha hozzányúlsz a sínhez, meg is van repedve, meg dudoros. Durva. Tehát átlőni nem tudta, vagy messziről lőtte, vagy mit tudom én, olyan fegyverrel lőtte, vagy mit tudom én. Az is lehet, hogy valami repülő repesz esetleg. Fogalmam sincs. Ezt ugye azok a szakértők tudnák, akik ehhez értenek. Hát meg, hogy mivel lőtte. Igen, hogy milyen fegyverrel és milyen lövedékkel. 1914-es sínfelirat, tehát bármi lehet. Jó kérdés. Meg hogy hol kapta ezt a lövést, mert ugye biztos, hogy nem itt, és valószínűleg tartom, hogy nem is Szentes és Csongrád között, ahova a 70-es években került. Megkaptam 97-ben, itt Sártenger volt. Le is fotóztam. És Szentes állomáson volt egy közmű vezeték építés, és az aszfalt alatt ezek a kockakövek voltak, és ilyen dombok voltak kockakőből, és kihoztam ide a kockakövet, leraktuk. Ezek a kis kockakövek, az a nagy kockakőre vonatkozik, ezek a picik pedig, ezek úgy kerültek ide, hogy a régi átjáróknak, ennek az átjárónak is a sarkában valamikor le voltak deponálva ezek a kockakövek, mert ugyanis eredetileg kockaköves volt az átjáró, a 80-as években bejött az a szemlélet, hogy majd gépláncozzák a vonalat, és ugye jött a szabályozógép, a kockaköves átjáró útban volt neki, kidobálták a kockakövet az átjáró tövébe, de már ilyen aszfaltos valami keverékkel, úgy mondták, hogy hideg aszfalt, helyettesített. Tehát azok a kockakövek ott pihentek 20 évig az átjárók tövében, és aztán a munkatársaimmal összeszedettem, és egy pár átjáró kifutott az, amit még úgy megtaláltunk. Ez is úgy forintból. Miért nem aszfaltos? Egyrészt azért, hogy javítható legyen, másrészt meg azért, mert az aszfaltért a vasútnak komoly pénzt kell fizetnie, és nyilvánvaló, hogy nem erre a vonalra fognak majd komoly pénzeket szánni, hanem ide jó lesz a kockakő is. De egyébként tökéletes, mert ez is, ha jól emlékszek, 2007-ben lett ide lerakva, tehát több mint 15 éve is nem kellett csinálni rajta semmit. Tehát nulla karbantartással. És köszöni szépen, jól van. Azért álltunk, nem csak a kockakő mese miatt álltunk meg, látszik, hogy jobb oldalt, mintha peron lenne.
Ez így is van. 1976-ig itt Lapistó megállóhely néven üzemelt egy megálló, és ott a kis akász csoportnál, ott pedig volt egy őrház, amit 92-ben bontott. Igen, ott volt egy őrház, Lapistói őrház, 92-ben bontották le. 1940-es évek, hát nem is tudom, elejéig, közepéig nem sikerült kideríteni teljesen a bontás időpontját. Itt egy váltó volt, az útátjáró után egy váltó, jobb oldalt rakodóvágány, és aztán visszacsatlakozott valahol ott az útátjáró jelző tábla környékén. Akkor ez még rakodóhely is volt, nem sokszor. Tehát rakodóhely volt, a 60-i cukorgyárnak volt itt rakodóvágánya. Mert akkor még, ja és mikor épült, a vonallal egyidős volt, tehát 1905-től 40-valahányig élt a rakodóhely, még akkor a 60-i cukorgyárba vitték innen a répát. Szolnoki cukorgyár majd 1910-valahányban épült, tehát nem is vihették Szolnokra. Mezőgyes meg volt, de az, ugye Trianon előtt még az a rész eltartotta. Tehát ez 60-nak a körzete volt érdekes módon. Továbbá két dolgot szeretnék még mondani, hogy ha arra rázumolsz, akkor azt láthatod, hogy el van mászva az egész. Ha ebbe a szálba beleállsz, ide, a jobb sínszálba, ide álljál bele, akkor pont a másik sínszál, avannak a folytatás. Sokáig azt hittem, hogy azért van benne, egyébként, hogyha a hátunk még ott még visszajön, csak az nem látszik ilyen szépen. Azt hittem, hogy ez azért van, mert valami, mit tudom én, iszapzsák, vagy vízzsák, vagy valami alépítményi probléma miatt arrébb kellett rakni a vágányt, meg itt, mit tudom én, ásták, dúrták, fúrták. Nem. Ezt simán csak elszúrták. 1905-ben én szerintem ezt az 1 kilométert építő brigád tévesen értelmezte a jobb és a bal sínszál fogalmát, vagy a bázisszálat, vagy valamit, és pont egy nyomtávnyival arrébb van építve az 1 kilométer vágány. Tehát ez el lett szúrva. És 100 év nem volt elég arra, hogy ezt a normális helyére visszapakolják. Mondjuk nem zavar senkit. Ezt honnan tudom? Onnan, hogy a vonal építési irataiban is már évekként veszi fel. Tehát azok valami 2500 vagy 5000 méter sugarú ívek. És benne szerepel az ívkiutatásban. Akkor is működött a jó van az úgy megoldás. Leerősítés. Ugye ezt úgy hívjuk, SKL-leerősítés. Ezt úgy, hogy nyílt lemezes leerősítés. Ezt úgy hívjuk, hogy geo-leerősítés. Ez a szabványtartás. Oké. Okay. De akkor nézzük meg, hogy mi van itt. Na, erről. Itt van egy váltás. Tehát a 48-as sínhez hozzá van egy C-sín, tehát 34,5-ös heggesztve. Ezzel sincsen gond, mert ugyanis ezt a részt, ezt a Lapistónak hívják ezt a részt, már mondtam is az őrház kapcsán, meg a megálló kapcsán, tehát ez a Lapistói rész, ezt én már úgy örököltem meg 97-ben, hogy ez C-sínre át volt cserélve, tehát arra is kisív volt a pálya, majdnem Szentesig, erre meg majdnem Orosházáig kisív pálya, és itt pedig volt benne több mint fél kilométer C-felépítmény szigetszerűen. Én ezt nem is dobattam ki. Azt mondtam a nagyjaimnak, a akkori vezetésnek, hogy kérdezték, hogy ezt ki lesz dobva, mondtam, hogy ezt nem óhajtom kidobni, majd akkor, hogyha a vonalon nem lesz kisísim, tehát ha azzal készen leszünk, akkor majd a C-t is átforgatjuk. Egyelőre még nem akadálya a közlekedésnek ez a C felépítmény. Amiért eljöttünk erre, az nem is a C felépítmény, mert ilyen nagyon sok helyen van az országban, hanem itt van olyan C-geó. Tehát ehhez a kicsi sín, vagy közepes sínhez is létezik az a geo-leerősítés. Ez viszont nem annyira szokványos dolog. Tehát a 30-as években, amikor a geót bevezették, ezt a német rendszerű sínleerősítést, akkor bizony a 34 kilós sínhez is kifejlesztették. Nyilván ez nem akkor került ide, ezt már én hozattam ide. Azért, hogy ne mászkáljanak, ne vándoroljanak a sínek hossz irányba. Ja, meg kettőt. És az ott egy cserélt sín, vagy majd cserélve lesz, ami ott van kidobva. Az kidobva ki cserélve, az ultrahangos hibás sín volt, és ezt tavaly kicseréltük. Ez még arra vár, hogy majd jön a TVG, és beszállítjuk Szentesre. A
Ezt nézzük meg közelebbre azt a sínszállat. És ezt hasznosítható még valamire? Tehát ha bármilyen, hogyha már törés gyanús. A sín közepén van, vagy a sín végén, vagy ha a sín közepén van, akkor vajon van-e 6 méter beépíthető rész? 1936. Na most ennek a sínnek az a baromi nagy szerencséje, hogy az ultrahang a végén van. Nem tudom, látszik a repedés rajta. Tehát, ha azt levágjuk, a sín többi része az használható marad. Egy nyillal mutatja, hogy a sín végén van az ultrahangos hiba. Nem biztos, hogy szabad szemmel látjuk. Én magam nem kapírgáltam, mert úgy voltam valahogy, kidobtuk, aztán jóva. Tehát itt, ha ez le volna vágva valahol, akkor leesne az ultrahangos hiba. És a többi rész az oké. Valahol ilyen szemmel nem látható belső akármi lehet. Van olyan ultrahangos hiba, ami kifut a végére is, és látszik. Ez történetesen nem. Hát, nehéz megnézni, valamelyik kis vasút örülne neki. Ennek még nagy vasút is örül abban az esetben, hogyha ilyen kell valahova. Nem látszik rajta törés. Nem látom, én se szabad szemmel nem látom. Hát ugye műszerrel kimutatták. De itt mintha ott lenne valami. Amit beleraktunk, az se új, mert 38-as raktunk bele. De valószínű, ez pedig 33-as volt. 36-os. Igen. És akkor ott van az, ami helyén van. Igen, ez egy... igen, az került a helyére. Ez tavalyi csere. Hát itt is ebben is van ebben részben minden. Látszik, hogy annak a tövében is van egy kivágott oszlop. Azért, mert ott 50 méterenként volt a magyar, még akkor magyar királyi posta, mert 1940-ben épült az oszlopsor, aminek a csonkját ott látod, és Szentestől Orosházáig ott ment a bronzvezeték, tehát a távközlési, az eredeti postai telefon. Míg emezen az oldalon meg a vasútnak az üzemi telefonja, ami ugye mai napig még romjaiban látható. És ez alumínium vezeték. Azt hiszem, Aldo Petekapi csinált videót, amikor leszerelték, vagy hát kikapcsolták a telefonközpontot, ami itt volt Szentesen. Ezt viszont... látja, hogy alumínium, mert a könyvegyönnek is felszerint. Nem, hogy rá kell időben a alumínium. Nézd meg a gyárjegy, Ajax 1937. Az Ajax az ilyet is gyártott. Nem csak mosószereket. Ugye milyen ablaktisztító vagy, nem tudom, mi van Ajaxból? Hát a Schwarzkopf gőzmozdonyokat gyártott. Tehát a név megmaradt, a profil változott. Tehát ugye a forgalom hatására válnak le ilyen kis síndarabok, amit vasutas szaknyelven úgy hívjuk, hogy fánc. Illetve a jelenséget úgy hívjuk, hogy fáncosodás. De amúgy csak esztétikai dolog. Tehát semmit nem zavar. Arról jöttünk Szentes felől, és hátunk mögött Fábián Sebestyén, meg a Kórógyi híd, és ez az a középkori marahajtó út, tehát ez a Pest-Aradi út, ami Pestről úgy jön ki, hogy Nagykőrösi út, ott a Hasznácik piasznál. És ez annak az egyenes folytatása is Aradra vezet, tehát most Pest fele nézünk, és úgy jött, hogy Pest, Nagykőrös, Tiszakécske, ott valahol a Tiszazukban kanyargott, Kunszentmárton környékén ment, de nem a városban, és akkor Szentest elkerült, tehát ez általában nagyobb helyeket elkerülte, és akkor Fábián Sebestyén Gádorost elkerült, Fábiánban a főutca, ez út, Orosházán viszont bent tekereg a városban, utána Mezőkovácsházi út, és akkor úgy van, hogy Mezőkovácsháza, Battonya, Arad. De most rámennénk erre az útra, el tudnánk jutni Budapesten a Nagyburmának a keresztjéig. Ez így van, csak nagyon sok helyen el van számva. Igen. Tehát sok helyen ez eltűnt. Meg most kb. 5 méter tudnánk most menni ezen a tankcsapdán. Nézzük meg, hogy... De egyébként műholdképen gyönyörű. És látod, arra meg egyenes. Így van, ezen az úton fogunk tovább menni. Azért is álltunk meg itt. És ugye az ilyen régi középkori utak miről voltak híresek?
csárdák és fogadók voltak, mit tudom én, ott volt, hogy hány napi járásra van, meg stb., meg postakocsi járatok, meg akármi, és mindjárt mutatok egy olyan csárdát, amely biztos vagyok benne, hogy középkori alapokon nyugszik, de az 1700-as évektől már dokumentálva megvan az épület, ez egy hatalmas, nagy alápincélt épület, ott van benne a csárda. És ezt úgy hívják, hogy Kórógyi csárda. Itt Szentes Fábián Sebestyén között. Tehát ez az Aradi út miatt, így nem mutat semmit, de ez egy nagyon régi épület. Ez pedig a Kórógy híd. Kórógy főcsatorna. Érdekes mondom, hogy nem arra ment tovább, hanem kanyarodott erre. Nagyon sokáig azt hittem, hogy arra ment tovább, de nem. A régi térképek, amik a neten elérhetőek, egy császári első katonai felmérés, ilyesmi, mutatja ezt az utat, hogy erre jött tovább. Tehát végig Fábián Sebestyén, és majd Újvárosnál újra fogom mutatni, hogy merre ment az út. Tehát most jelen, egész addig, még ezen megyünk, akkor már nem szólok, mert hogy ezen megyünk. Jöttünk Szentes felől, szemben Fábián Sebestyén. Általában, hogyha dűlőutakat alakítottak ki, akkor azok merőlegesen indulnak, de itt van egy olyan dűlőút, ami szöggel indul. Ez az. Igen. Innen indul, tehát az Aradi út, tehát ez ennek az ősi útnak a kezdete. És ez Dani barátunknak nagyon tetszik álló, ugyanis úgy hívják, hogy Békési út. Békési. Nem fogjátok elhinni, ez az Aradi útból kiágazott és Békésre vezetett. Nézd meg a régi műholdképeket, nézzél meg régi katonai térképeket, ez a Békési út. Ez Kondoroson, meg mit tudom én, micsodán keresztül Békésre vezet. És akkor itt volt a Csemete-kerti megálló. Igen. Na, hogyha indul a kamera, akkor elmondom. Érdekes módon itt már nem zúzott kőben vannak a vágányok, meg tehát a talpák, hanem bányakavicsban. Tehát az a vonal eredeti ágyazati anyaga, mert a helyi érdekű vasutakat bányakavics ágyazatba fektették. Itt még megmaradt, tehát a sineket kicseréltük az eredetiről 48-asra, a korhat talpákat betonaljra, de egyébként az eredeti állapotokat tükröző, tehát eredeti állapotokhoz hasonló állapotot látunk. Az egykori Fábián Sebestyéni csemetekert megálló helyen vagyunk, és látod, hogy onnan indult a peron. Valamikor itt volt egy kocsiszekrény, nem tudom, hogy hol, azt én nem láttam, csak régi helyszínre azokon. Tehát egy kiszuperált tehervagonnak a szekrényét lerakták váróteremként. Ott valahol van a vége a peronnak, tehát körülbelül egy AB motor egy vagy két mellékkel elfért mellette. Azért Fábián Sebestyéni csemeteket, mert hogyha oda befilmezel, akkor ott látszik. Ja, egyébként ez az elkerített terület, ez a csemeteker. Tehát az valamikor a Horthy rendszerben épült az épület, az volt a szolgálati lakása, és akkor facsemetők voltak, tehát ilyen alföld erdőtítési program, ugye, ami a Horthy rendszerben. Na most a megállóhely már hamarabb elkészült, és nem is az volt a neve, hogy Fábián Sebestyéni csemetekert, mert ugye az majd csak, mit tudom én, 25 évvel később volt, hanem mi is volt, Schwab Major. Ha jól tudom, az volt a neve, hogy Schwab Major. Schwab Sándor helybeli földbirtokosnak volt itt földje, meg majorja, őróla kapta ez a megállóhely a nevét. Fábián Sebestyénben a faluban több helyen lehet olyan régi feliratos téglákkal találkozni, hogy két darab S betű. Schwab Sándor, tehát monogramú téglák. Amúgy ezek a sinek, ezek Szekszárd és Bátaszék közül valóak. Honnan hoztuk el? 1957 éve. Igen. Tehát ez a Bátaszék Szekszárdi vonalnak volt a sík. 67. Az van. Nincs kizárva az 57-es se. Nem egységes. Lehet, hogy egy-két szál került bele máshonnan is, vagy ott cserélgették meg. Ez a megállóhely 1971-ben szűnt meg, a távolban
levő, nem látható kórógy megállóhelyjel együtt, és akkor nyitották újra puszta templomot. Tehát ahol eljöttünk, ott látszik az a nagy, mit tudom én, micsoda, az a elevátor, vagy akármi, az a takarmánykeverő. Tehát ugye ott van puszta templom. Valamikor volt a Horthy rendszerben puszta templom megállóhely, de megszűnt. 40-es években, akárhanyas években. Még nem nyomoztam ki, és ugye a puszta templomra építették azt a nagy mezőgazdasági komplexumot a 60-as évek végén, és azért, hogy a munkások vonattal utazhassanak, ezért puszta templomot újra nyitották, de hogy ne legyen annyira sűrű a megállóhely kiosztás, mert akkor már ugye a tanyavilág kezdett felbomlani, ezért megszüntették cserébe csemetekertet és kórógyot egy időben, és akkor nyitotta újra pusztát. Ha itt körülnézünk az udvaron, nagyon sok kressztáblát, meg közúti jelzőtáblát, meg csövet, meg stb. Találnánk, ugyanis egy olyan nyugdíjas bácsi lakott itt, nem tudom, éle még beszélgettem vele a régi időben, aki a magyar közút elődjénél dolgozott, szolgálati lakásban lakott, ugyanis ez a magyar közútnak volt az útőrháza. Valamikor úgy hívták, hogy útkaparóház. Ezen a úton nagyon sok helyen megmaradtak ezek az épületek. Tehát úgy, mint a vasútnál voltak a vonalbejáróknak a vonalőrháza, ugye szolgálati lakás és munkahelye egybe, az útnál is ugyanez volt. Mert még Bakadám út volt, és biciklivel járt az öreg, és akkor söprögettem, meg iszapolgattam, meg vizet leeresztett, meg mit tudom én. Tehát helyben lakott egy útkaparó. Az emléktáblát, ja, szerintem, hogy meg kellett volna mutatnom az emléktáblát, annak idején, amikor közeledett a vasútvonal a 100. évfordulója, mivel az akkori hagyományok szerint a MÁV méltóképpen megünnepelte a különösen a 100. évfordulókat, ezért ugye bementem az akkori igazgató úrhoz, a Kaposvári Péterhez. És előadtam, hogy kedves Péter, közeledik a Szentesorosháza vonal a 100. évfordulója, hogyan tervezi a MÁV ezt méltóképpen megünnepelni. Azt mondta, hogy nekünk ez a vonal nem fontos, ha maga akar, ünnepelhet. De mondom, akkor szervezhetem? Igen. Jó. Mondom, nem baj, ez is jó. Még talán jobb is, mert akkor úgy zajlik le a dolog, ahogy én akarom. És ugye miután szabad kezet kaptam, elkezdtem ezt az ünnepséget szervezni. Nem adott a MÁV az emléktáblákra pénzt, pont emiatt, és az önkormányzatok fizették. Tehát, hogyha elolvassátok akár a Szentesi, akár a Fábián Sebestyén, mivel a két emléktábla lesz felavatva, emléktáblák szövegét azt fogjátok látni, hogy az emléktáblát állítatta, ugye Fábián Sebestyén önkormányzata. Nem pedig ugye MÁV ZRT. Ennek ez a rövid, hogy hívják a története. Ennek ellenre volt külön vonat, nem is úgy mondom, ennek ellenre volt nosztalgia vonat, de nem külön vonat. Mindjárt bemegyünk a múzeumban, láthatunk a nosztalgia vonatról fényképeket, ugyanis a menetrend szerinti 37.4.42 Szentes indult valami 8 óra 40 körül, Orosháza érkezett 10 óra körül, visszafele 10 óra 30 körül indult, Szentesen volt 11 óra akárhány perckor, személyvonatot, hál' Istennek a Szentesi Motorgarázs többek közreműködésének eredménye, nagyon sokan segítettek, tehát nem csak az én érdemem volt, különösen a külön vonat nem volt, vagy a nosztalgia vonat nem az én érdemem volt, hanem a Szentesi Valkai Csabáé, tehát ő neki tartoztunk köszönettel, amiért ezt sikerült neki elintéznie, hogy AB motor, illetve AB szerelvény, mert ugye motor plusz két mellé közlekedett menetrend szerinti vonatként. Tehát mégiscsak sikerült méltóképpen megünnepelni. Annak ellenére, hogy bizonyos emberek nem akarták ezt. De akkor arra bárki felszállhatott, akkor mikor rendesen mehet, hogy az... Bombál menetjegyel, és kurva sokan voltak rajta. Szentes Orosháza irányban körülbelül olyan 100 utas volt, de visszafele is 70. Ja, itt ez nekik, bocsi. Ja, itt volt, igen. Az a volt főnök iroda, áruhelyszárban kiírva, de akkor a főnök iroda.
Szóval vannak itt irányházalak is. Ja, és akkor itt lehet berendezni a kiállítás. Amely körülbelül egy évvel ezelőtt, hát nem nyílt meg, mert hivatalos megnyitó nem volt, várják kapcsolom a villanyt. Rákérdeztetek a vasúti lámpákat a Panyik Jani hozta? Igen, igen, a Panyik Tóth Jánosnak a gyűjteményének egy kivonata van. Itt nagyon van. Egyszerűen berendezett helyről van szó. A pénztár. Ja, ki lett húzva. Itt szoktak a gyerekek bélyegezni, tehát vannak iskolás csoportok, akik érdeklődnek, mindjárt kinyitom a maszkot. Ja. Páncélszekrény. Aha. És akkor az orvos házi végén, ugye, akkor igen, akkor itt ágazott a Árpád halom felé. Ez jobban van jelölve, igen, hogy akkor az Árpád halomban az itt jön. És ugye nagyon sokan azt hitték, amíg a kis csonka megvolt, hogy az ment Árpád halomra, hát ez nem. Az valamikor egy gőzmozdonyos fűtőház volt az a kis csonka. És az utolsó váltó után azzal szembe fordítva volt egy jobbos. Hát ugye a képek magukért beszélnek itt, nekem nem is nagyon kell mondanom semmit. Húzzak a másikra. Igen. Igen. Hallod? Hogy számból jöhet a háza felől. Na itt a járat. Kinézed már. Most adtad neki egyet így. Ezt a faépületet 2008-ban le akarták bontani, akkor még működött az állomás, ugyanis széntárol, tehát az állomási tüzelési szén, tehát a forgalmi a fűtési szénnek a raktáraként funkcionált, de valamiért eltalálták az illetékesek, hogy ezt le kell bontani, és ott a távolban látható egy ablakos épületet jelölték ki állomási széntárolásra, ami valamikor PFT melegedő épület volt, mert itt Fábiánban volt PFT szakasz, az a szemközt levő nagy épület, az a PFT iroda és pályamesteri lakás volt egyben, jelenleg szolgálati lakás, pályamunkás lakik benne, és tehát oda csoportosították át az állomási szeret, és akkor ugye úgy kellett vödörbe hurcolászniuk, biztos, hogy nagyon nagy öröm volt, és ezt az épületet pedig le akarták bontani, ezt a faépületet. Akkor írtam a MÁV illetékeseinek azonnal Budapestre az eredeti terveket csatolva, stb., hogy egy kapus gabonaszín tudomásom szerint az országban sehol máshol nincs. És szerencsére értő fülekre talált ez az e-mail, azonnal telibe talált, ugyanis levették a bontási listából magát az épületet. Pénzügyileg le se lejtezték, tehát ez az épület a MÁV kimutatásában nem szerepel, le se lejtezett, de el nem bontott épület. És azt mondta az az illető, aki kimutatta a bontási listából, hogy most már az én lelkem rajta, hogy ez rendben legyen. Na most én ezt a dolgot teljesen komolyan is vettem, ezelőtt 15 évvel, és másfél évvel ezelőtt vasútbarátok részvételével, két napon önkénteskedés eredményeképpen az északi oldal tetejét felújítottuk, szarrá volt az összes terép fagyva. Tiszta liklup volt az egész épület. Még ami megmaradt cserép, mert ugye nem használtuk fel mindent, azok itt láthatóak. Azok a törmelékek, amiket onnan ledobáltunk, tehát a szarokat, azok pedig ott láthatók, még nem szállítottuk el mindet. De az épület legalább viszonylag, mert tényleg nagyon szar volt. Hát még most is vannak azért lukak rajta, de olyanok voltak, hogy például az a rész ott ázott be, meg mit tudom én, tehát nagyon, nagyon szar. Ott is gombásodott meg itt, de most már megvan csinálva, tehát stabilizáltuk az állapotot. Tehát ez 1905-ben épült. Úgy tudom, hogy az országban másik nincs. Valahol
Debrecen környékén, ha jól tudom, Balmazújvárosban van két kapus gabonaszín, de egy kapus gabonaszínről nem tudok, ugyanis ez nem árulak te. Hát, az nem biztos, hogy sok helyen meg lesz, mert lesz átépítés Balmazújváros. Uh-huh. Hát akkor lehet, hogy ez marad az utolsó gabonaszínja már. Tehát, hogy valamikor az állomásokon volt egy gabonaszín, meg egy áruraktár. Igen. És az két külön épület volt. Minden állomáson volt gabonaszín. Alpuszta kocson, és mind a kettőt lebontották. Ügyesek. Tehát, hogy általában a gabonaszín az a talajra fektetett épület volt. Az áruraktár pedig jellemzően emelvényre, itt volt egyébként ezen az emelvényen egy kis áruraktár. Az, hogy gabonaszín, azt a táblát majd vissza fogom hozni, mert 15 évvel ezelőtt én szedtem le a táblát, amikor úgy volt, hogy vagy megmenekül, vagy nem, és inkább elvittem haza a táblát, hogy legalább annyi emlékem megmaradjon az épületben, de most már látom, hogy stabilizálódott a helyzet, ideje visszahozni. És két nap nagyon kemény meló volt a tető átváltásnak. Azt hittük megdöntjük. Így különösen értékes az épület, hogy a PVG szín, tehát amikor Fábiánban pályafenntartási, tehát PFT szakasz volt, pályamesteri szakasz volt, na ez a szabatos megnevezés. Tehát amikor Fábián Sebestyénben pályamesteri szakasz volt, akkor a pályamesternek a Pannonia kis, hát nem sínautó, PVG, pályamesteri vágánygépkocsia, a pályamesternek a Pannonia motoros PVG ebben az épületben kapott helyet. Ez az épület már kétszer volt az összedőlés határán, egyszer 2000-ben kellett a tetejét megcsinálni, utána 2014-ben ugyancsak önkéntes alapon egy páron idejöttünk, és rendbe raktuk. Hát most már megint kezd betegeskedni. Tehát itt állandóan valamit mókolni kell, mert mindig kell valamit csinálni. Ott például látszik a régi áruraktárnak a helye, azt a 60-as években bontották el, tehát a betonon az a megsüllyedt gazos rész. Az volt a, én nem tudom milyen, melyik kis darab áruk vagy akármik. Az a tábla is érdekes. Az valahogy ott megmaradt. És most már ott is fog maradni egész addig, míg valaki lerúgja a klopja. Itt valamikor 4 vágány volt. A második vágány, tehát az átmenő, az maradt meg, ugye? Igen, itt volt még 2. És innen is volt 2, igen. Innen ágazott ki egy csonka. Egy olyan kitérő vágány, ahol a vonatok kereszteztek, tehát a harmadik, ez a peron annak a vágánynak a peronja. Ezt önkéntes munkába építettük, ezt a peront 2000 őszén. Ugyanúgy, mint Amaszta peront is. Tehát vasútbarátok építették. És akkor ott volt egy negyedik vágány. Az volt a répa vágány. De valamikor az antik időben még egy ötödik vágány is volt, amint azt a múzeumi helyszín rajzon lehetett látni. Tehát egy ötvágányos állomás, gőzmozdonyos fűtőházzal, a Szentesföldi végén PFT csonka vágánnyal, gabonaszínnel, áruraktárral, elágazással, Árpád-halom felé, pályamesteri szakasszal, és ebből ez maradt. És hogyha azok az erők győztek volna 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt, akik ugye a Fábián Sebestyéni állomást le akarták radírozni a föld színéről, valami 10-valány millió forintért bontották volna az állomás épületét, mert azt mondták, hogy az a MÁV szégyene, az ott, az a MÁV szégyene. Ez a MÁV szégyene. Igen. Hát azért ennél sokkal szabad tudni. Azt mondta az illető, aki le akarta bontani, hogy az épület a MÁV szégyene. Nem így nézett ki az épület, kopottasabb volt. Ezt már vasútbarátok pingálták ki ilyenre, tehát nagyon sok festék, de komolyabban nem lett hozzányúlva. Tehát újra vakolva nem lett, csak imittam ott ilyen kis festék, stb. Korlát, stb. Pad, és akkor most már nem is a más szégyene. Tehát akkor le kellett bontani az épületet? Hát nem. És akkor valamilyen üvegkalicka várótermet akartak ilyen kis, mit tudom én, ilyen kis, ami már régen szép volt. Meg azt mondták, hogy majd kapunk P plusz R parkot. Hát mondom, Fábiánban nagyon kell, persze. Hát, az biztos. Végül szerintem itt ez a falu nem is megjelent. Az a lényeg, hogy nem azok az erők győztek, most már megnyugodtak a kedélyek, és akkor ezer köszönet és hála azoknak, akik a jó oldalra álltak, és támogatták. Szia! És
akik támogatták, és kamerába mondom, hogy hatalmas köszönet a Szegedi Nagy Józsefnek, a bajuszos magas embernek, a Vasúttörténeti Alapítványtól, örök hála, hogy segített itt múzeumot kilakítani. Tehát nem tevőlegesen ő alakította ki, hanem én alakítottam ki egy cimborámmal, de a Nagy Józsi segítsége nélkül, mert ő olyan háttértámogatást nyújtott, olyan ismerettségekkel, összeköttetésekkel rendelkezett, ami alapján nekünk itt nagyon megkönnyebbült a munkánk. És ezért a Vasúttörténeti Alapítvány Fábián Sebestyéni kiállító helye címet kapta meg ez a hely. De már a bontásnál is azt mondták, akkor amikor a vágányokat felszedték, hogy hát az volt a legdrágább megoldás, hogy felszedni, mert hogyha... Akkor járom 27 millió forintba került a vágány. Mert itt is hagyhatták volna, és annyiból már majd, hogy nem egy megfit is lehetett volna ide tenni. Nem. Hát nem, mert hogyha valami épült volna ide, akkor, de... Tehát látod, hogy csak a gaz van a helyén, tehát... És hát enni nem kijött volna, ha itt hagyják, akkor se. Itt még megvan a vízbe. Ja, igen? Nem már, csak a madzagjaim, hát ott arra. Ilyen vizék vannak, kábelek. Beomlott már a föld, meg mit tudom én. Hát igen, mert máshol is, és ott volt, hogy az állomás megszűnt, nem szedtek föl semmit, mert az pénzbe kerül, meg kicsit van, ott van. Kiszedálták a váltókat, az annyi. Hitelből. Így kaptak hitelt, hogy... Nem úgy kaptak hitelt, hogy mindent fölbontanak, hanem a hitelt arra fordítottak, hogy mindent föl. Tehát sajnos ez egy rossz döntés volt. Ugye a Takács Laci bácsi, aki bizonyos fórumokról ismerős, ő neki a keze nagyon benne volt abban, hogy országos szinten valami nem tudom hány állomást kinyíltak. Tehát a nagy fák azóta nőttek, tehát itt keresztbe ment, mindjárt rámegyünk a vasút helyre. Tehát most, mert ez egy valamikor egy közúti átjáró volt. És úgy alakították át a vasút megszűnése után, hogy nem közúti átjáró, hanem közúti feljáró, és a vasúti pályatestnek a helyén folytatódik útként. És most rámegyünk az egykori Árpád-halmi vonalnak a helyére. Tehát valamikor arra az... ment egyenesen, látod? Aha. És most rámegyünk a sínnek a helyére, és megyünk, most ezért sínautósat játszunk. Tehát az íve is látszik, hogy megy arra Fábián állomás fele. Itt volt valahol a bejárati jelző. Ez a nyomvonal Árpád-halom még végig járható? Nem. Néhol már csatornát építettek a helyén. Na most itt ugye nem arra ment tovább, hanem egyenesen ott egy eppnek itt a helyen. Itt igen, gondolom így adta ki. Az őrház, az a, ez a Fábián Árpád-halmi vonal egyes számú őrháza volt. És mellette van egy nyári konyha alakú vagon. És azt fogjuk majd mindjárt megnézni. Már Pestről a Közlekedési Múzeumtól is voltak itt. Ja, egyébként magántulajdonul az őrház, azért is nincs lebontva, még nézzünk műanyag ajtó, minden. Jó napot! Jó napot! Ja, és akkor itt van ez a vagon. Belett építve. Na mindegy, filmezzél, fotózz, ott van az ütközőknek a helye. Ott van. Az megvan. Kívánok, vasútbarátok vagyunk. A kis vagonról lehet egy felvételt készíteni. Aztán húzunk innen. Köszönjük szépen. Köszönjük. És akkor azért oldalgombolós, nem tudom, megvan-e a sztori, hogy az első vagonok, azok olyanok voltak, hogy volt egy tölgyfa palló végigfertetve, és ugye nem volt hosszanti átjáró a vagonban, hanem minden egyes fülke, mint a nem szekér, hanem mi az, hintóknál, oldalról, ja igen, Sváb Sándoros tégla, amit mondta. Tehát oldalról lehetett minden egyes fülkébe külön bemenni. És ott vannak még a szellőző nyílások is az ajtó fölött, az a kettő, az még megmaradt. Á, ott van. És ott van, nézd meg, még a zsanérja is megvan az ajtónak, hogy be van falazva, mert ez a kis ablak az abszolút nem eredeti helyén van. A zsanérokat filmezted, Dami? Ajtó zsanér. Mert ugye az mutatja, hogy négy ajtós volt. Aha, hát itt van a két zsanér, igen, meg a... Igen. Ugye az ablak már nem eredeti, ott oldalt. Ez olyan brutál érték, már így eszmei érték. Igen. Az országban ez egyetlen. Ez egy 1870 körüli vagon. Ilyen gödörszerű, itt jött a vasút. Ott igen, hát... Tehát ott, így viszont már látszik, így. És akkor ott még látod tovább. És az az érdekesség az egészben, hogy a mai napig
ez a kis keskeny sáv, ez MÁV terület. Igen. Igen, 1 kilométer hosszba elfelejtették a MÁV leadni területileg, tehát hogyha megnézed a kimutatásokat, a hogy hívjátnak a terület, a játszótérnek a helye is MÁV terület, és még arra kifele egész az Árpád-halmi köves útnak a kereszteződéséig ez MÁV terület. Tehát ha azt mondja a MÁV, hogy holnap ezt visszaépíti, akkor a terület már meg természetesen nem építik vissza sajnos, de tehát esély nincsen rá, de megmaradt MÁV terület.